unja már a régi arcát, és mindig egyformának látja tükörképét, akkor itt az ideje, hogy változtasson. Szépségflastrom, a 17. század legújabb divatja. Felhelyezése egyszerű és gyors, a hatás pedig nem maradhat el. Ne habozzon, hordjon szépségflastromot! Drágám, egy légy van az arcodon. Ugyan már, Fülöp, ez az új szépségflastromom. Jaj! Csupán egy napig akciós a sejem, és két napig akciós a Bársony szépségflastromunk. Rendelje meg most, és adunk hozzá ajándékba egy tárolódobozt. Wow! Ragaszthatja a homlokára, vagy a szeme sarkába, vagy akár a szája szegletébe. Uram, ön is gondolom már hallott a rokokó legújabb hóbortjáról, a szépségflastromról. Mi a véleménye róla? Először is nem értem, hogy miért nem lehetne egyszerűen csak szépségtapasznak hívni, egyébként pedig ronda, egyszerűen ronda. Inkább rondaságtapasz ez, mint sem, hogy szépségtapasz. Ennek az úrnak bizonyára nincs ízlése. A következő egy órában telefonáló megrendelőink egy darab helyett egy 10 darabos kollekciót kapnak. 100 francia frank helyett csupán 99-ért. A kollekcióban van kör, félhold és csillag alakú szépségflastrom is. Rendelje meg most, telefonáljon és legyen boldog a napja! Rendelje meg webshopunkból, pöttyneket.hk.